Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, mi történik a következő fél évben. Ez a felvétel egy személyes jóslás Piroska számára. Természetesen kérhetitek ti is ezt a jóslást, a díjam 3500 forint. Kedves Piroska, köszöntelek téged, a kérdésed az, hogyan tovább, mi történik köztetek, közted és a te nagy szerelmed között a következő 6 hónapban. A te jelenlegi helyzetedet ez a kártya mutatja itt. Az egerek szimbolizálnak félelmeket. A kártyán azt látjuk, hogy itt a spájzban az egerek mindent megesznek, és akkor nincs semmi, tehát eltűnik. Ha ilyen gondolatok vannak, akkor az milyen érzéseket vált ki benned? Ha ő nincs itt, vagy úgy gondolod, hogy eltávolodik tőled, és elveszíted őt, akkor itt vannak ezek a félelmek. És most megtekintjük azt, hogy mi az ő jelenlegi helyzete, ezt mutatja itt ez a fiatal férfi. Ennek a fiatalságnak is van jelentése. Lehet, hogy fiatalosan néz ki, de jelenti azt is, hogy kisebb lépéseket tesz. Nem fogja a dolgokat siettetni. De ami fontos ezen a képen az, hogy ő a levegő elemét mutatja, mert a kardok azt szimbolizálják. És az jelenti a könnyűséget, azt is, hogy ő megszabadul valamitől vagy valakitől, és a levegő eleme szimbolizálja a kommunikációt. És ő nyitott erre, hogy beszéljen veled az érzelmekről, vagy a jövőről, de vigyázz arra, hogy ő kicsi lépéseket fog tenni, tehát kell egy kis türelem. Mi köt össze benneteket, ezt Ámor közli veled. Ha Ámor ezzel a nyillal valakit talál, akkor itt szerelemről van szó. És ez az Ámor hatás mindkettőtökre vonatkozik. És az azt jelenti számodra, bízzál az ő szeretetében. Nem csak te szereted őt, hanem ő is szeret téged. Itt szerelemről van szó. És mi következik nálad a következő 6 hónapban, ezt mutatják itt a kártyák. Ő szeretne veled nyíltan beszélni. Nem csak az érzelmekről, hanem a jövőről is. A 7-es szám a hold energiája. És az azt jelenti, hogy várj arra, amíg te megkapod ezt az üzenetet. Légy visszahúzódó. A következő kép jelenti a döntéseket. Te kezedbe veszed a dolgokat és irányítod. A következő kártya azt jelenti, mérlegeld át a dolgokat. Maradj a belső egyensúlyba. Nézd azt is át, hogyha döntéseket hozol, mit veszítesz el, és mit nyersz a jövőt illetően. Ez a mérleg utal bíróságra is. Az lehet a válás. A következő kártya mutatja a szerencsét, fortuna mutatkozik itt a képen. A 10-es szám ígér neked egy szerencsés új kezdetet. Itt ezen a képen a kelyhek szimbóluma van, a víz eleme, érzésekről van szó.
ami a szerelmi kapcsolatot illeti, az érzéseket, lesz egy új kezdet és szerencse. De légy óvatos, mert itt a háttérben vannak hazugságok, gonoszságok. Amikor én kivetettem a kártyát, az volt az első gondolatom, hogy itt, ennél a kártyánál egy barátnőről van szó, akiben te megbízol. Lehet egy kolléganő is. De légy óvatos, mert előfordulhat, hogy ez a hölgy, akiben te megbízol, elárul téged. A következő kártya mutat a te erődre. Megvan ahhoz a képességed, megvan ahhoz a lehetőséged, megvan ahhoz az erőd, hogy változtass valamit az életeden. És miért teszed ezt? Mert ti szeretitek egymást. És most megtekintjük a hónapokat. Augusztus hónapban lesz egy fontos beszélgetés köztetek. Próbálj kérdéseket tenni, de ne túl sokat. Ne túl sokat, hanem hagyd, hogy ő beszéljen. Ő szeretne valamit közölni veled. És itt érzésekről van szó, meg a jövőről is. Ez a kártya itt utal az érmékre is. Itt anyagi dolgokról is vannak, azt is tisztázni kell. Viszont van egy más jelentése is, mert az érmék mutatják a föld elemét, a reális dolgokat. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy ő valamit ígér neked, hanem azt ő szeretné megvalósítani. Szeptember hónapban irányítod a dolgokat. Itt már döntésekről lesz szó. És októberben gondolj át mindent újra, mert szükséged van a biztonság érzésére, a belső nyugalomra, kiegyensúlyozottságra is. Én nem hiszem, hogy te ezt megbánod, ezt a döntést, de gondold át, mi vár rád egy szakítás után az anyagiak területén is. November hónapban szerencséd lesz, ez egy jó időszak a kezdetre. Nem csak ami az anyagiakat illeti, hanem itt ennél a kártyánál az érzelmekről van szó. December hónapban itt van ez a veszély, valaki figyel téged a háttérből. Itt hazugságokról is lehet szó. Például, ha egy barátnő neked mondja, vigyázz ezzel a férfivel, mert van neki valakie, akkor tedd fel a kérdést magadban, ez igaz, vagy a barátnő hazudott neked. Légy óvatos. Január hónapban, január 2021-én megvan ahhoz az erőd, hogy fontos döntéseket hozz, és valami újat kezdj. Én nem szeretnélek téged befolyásolni ebben a döntésben, mert hallgass a szívedre. Te a jó érzésed van, és megbízol ebben a férfiben, akkor megvan arra a lehetőségetek, hogy lezárjátok a múltat, és lesz egy új kezdet, egy új kapcsolat vele. Most megtekintjük azt, hogy mi vár rá, mi történik nála a következő 6 hónapban. Ő lelkesedéssel közeledik hozzád, és szenvedélyekkel. Ő tudja, hogy itt uralkodni fog a helyzeten. Az is előfordulhat, hogy van valaki, aki megpróbál uralkodni rajta, de ő ezt nem hagyja, hanem biztos abban, hogy lesz itt egy új kezdet. Ő szeretné, ha előre mennének a dolgok. Viszont visszatekint a múltban. Az lehet, hogy itt gyermekekről van szó,
vagy az ő gyermekkoráról, és jönnek ezek az emlékek. Ezáltal kicsit lelassulnak az események. De ő biztos abban, hogy lesz itt egy új út. Ezt ő megvilágítja, de a háttérben ott van az a kígyó. És ez a kígyó szimbolizál egy nőt a háttérben, aki figyeli az eseményeket. Még veszélyes is lehet, ugyanúgy, mint nálad. Itt is ez a kígyó, és nála is. Mivel mindkettőtöknél ez a kígyó látható a háttérben, ő figyel benneteket, és ártani szeretne. A következő kép viszont nagyon kellemes, mert ő felszabadul ezekből a korlátozásokból, nehézségekből, és elbúcsúzik ettől a kapcsolattól, vagy nem hagyja azt, hogy mások beleszóljanak a dolgaiba. És most megnézzük a hónapokat. Augusztus hónapban pörögnek az események, és ő közeledik hozzád nagy lelkesedéssel és szenvedélyekkel. Szeptember hónapban szeretne döntéseket, és uralkodni akar a gondolatai felett, az érzelmei felett, és az élete felett. Nagyon magabiztos. Ha valaki megpróbál beleszólni az életébe, ezen is uralkodni fog, nem engedi. Október hónapban itt ez a kislány mutatja a gyermekeket, gyermekkori emlékeket, de jelent egy új kezdetet is, mert a gyermekek szimbolikus jelentése egy új kezdet vagy újdonságok. Novemberben szeretné, ha előre mennének a dolgok, de valami lelassítja az eseményeket. Visszatekint a múltba. December hónapban döntéseket hoz, és tudja, hogy mit akar. Minden világos. Amit nem lát, az a kígyó a háttérben. Ez a hölgy a háttérben, aki figyeli az eseményeket. Januárban megszabadul ezektől a gondoktól, végre fellélegezhet, és indíthatok egy új kezdetet. Ő mutatja a könnyűségeket, és te adod hozzá az erőt. Én megkérdezném az ingát, megvan arra a lehetőségetek, hogy egy boldog párkapcsolatban éljetek, megbízhatsz benne, igen, nem, vagy talán. Amennyiben az inga jobbra fordul ki, az azt jelenti, igen, de megbízhatsz benne, ti összejöttök. Amennyiben az inga balra fordul ki, az azt jelenti, itt nincs jövő. Amennyiben az inga megáll, akkor megállnak az események, és nem lehet tudni, hogy mi várható. Először még megállt minden, aztán kimozdult jobbra. Tehát a lehetőség ott van, hogy ti összejöjjetek, és legyen egy boldog párkapcsolat. De ez nem fog gyorsan történni, hanem ő kicsi lépéseket tesz, mint ahogy itt is látható. Kell, hogy legyen egy kis türelmed ennél a párkapcsolatnál. Kedves Piroska, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok neked minden jót. Nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra.